Hát a második téma, ugye, amit szeretném, hogyha át tudnánk együtt elmélkedni, az az, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus soha semmit nem akart egyedül csinálni. Azt látom, hogy olyan szép, ugye, szól a Máriának, angyalt küld hozzá, hogy nem akarsz segíteni a világ megváltásában, nem akarsz társam lenni, megszülni engemet. És a 15-16 éves fiatal, hát falusi kislány, igen, mennyei atyám, számíthatsz rám. József, egy kicsit gáz van itt, ez a Herodesnek elszakadt a cérnája, katonáit rám akarja küldeni, nem védsz meg engemet. És József segít, ott van. Péter, gyere, emberek halászává tesznek tégedet. És olyan szép, hogy mondjam, gyűjti Jézus az embereket. Biztos egyedül is megválthatta volna a világot, de ő mindig közösséget épít. Nem csak az apostolokat hívja, hanem a tanítványokat is, 72-t. De utána, te Zakeus, gyere le arról a fáról, ma nálad szeretnék megszállni. Közösséget formál. Szeretem magam elé képzelni, hogy elmegy Zakeus házába. Zakeus bemutatja a feleségét, a gyerekeket. Jaj, te kis buksus, hogy hívnak? Közben Zakeus mondja a feleségének, hogy te anyjuk, hamar vágjál le valami tyúkot, pipét, valamit. Hát, hogy mondjam, mester itt fog megszállni nálunk vacsorára. Közösséget épít Jézus. Oda megy ugye Mátéhoz, a vámhoz, aki hát adja, veszi ott, forgatja a pénzt. De Máté, eleget számoltad ezt a pénzt, adja, gyere, emberek halászává teszlek tégedet. Meghívja. Olyan szép, ugye a keresztelő Jánossal való találkozás után Jézus elindul hazafelé. Azt írja a Szentírás, hogy ezek fiatal apostolok, ugye ezek a hát, ezek a tejfölös szájú legénykék elindulnak utána. Mester, hol laksz? Gyertek, nézzétek meg! És azt írja a Szentírás, hogy aznap este nála is aludtak. Ugye, hát az imádkozni mindannyian tudunk. Szentek arra biztattak, hogy elmélkedjünk. Sőt, nagy szentelézik azt, hogy szemlélődjünk. Ez valami rendkívüli nehéz dolognak képzel el a legtöbb ember, de igazából azt jelenti, hogy mint a gyermek a kifestős könyvét elkezdi színezni, te is úgy például próbáld meg elképzelni, hogy Jézus hazamegy, a fiatal, akkor ismert, azt se tudták, hol lakik, tehát, hogy mondjam, fiatal barátaival. Bemutatja Máriának ő neki. Na anyu, valami finom vacsorát készítesz nekünk? Szóval nekiálltál valami tojásrántottát összehozni, közben ők leülnek. Hát ugye kánai mennyegzőben is a rosszályok azt mondják, azért fogyott olyan hamar el a bor, mert Jézus elvitte az apostolait. Tehát, hogy utolsó vacsorán is ott volt egy kicsi borozás. Tehát én azt gondolom, hogy szeretem magam elé képzelni azt az egyszerű faasztalt, amit talán Szent József csinált, és ott ül Jézus fiatal barátaival, Jánossal, Jakabbal, többiekkel, akkor találkoztak, ismerkednek, beszélgetnek. Középen pislog egy Mécs Bél, aztán Szűzanya, na kész van fiúk, eleget okoskodtatok most, mi kiül a tojás, addig neki kell ülni, vacsorázni. És utána, hát ott valahogy összebújva együtt, ott alusznak. Tehát Jézus milyen hamar, milyen könnyen megszólítható, milyen könnyen megszólít másokat, beemel az ő életébe. Múltkor valakik megsértődtek, mert egy helyet azt írta, hogy hát, hogy Jézusban megvolt ez a nyitottság, ez a befogadlak, befogadhatsz jellem. A mai egyház sokszor olyan, mint a, hogy mondjam, mint a sarokban ülő vénleány, aki petrezselymet árul, hogy engem mi nem kérnek fel táncolni, nem? Jézus oda mer menni, és megfogja Máténak, a vámosnak a derekát, és viszi magával, hívja.
Én azt gondolom, hogy szegény Szent Péter lenéz az égből, és látja Rómában azt a hatalmas nagy Szent Péter bazilikát, az összes haja égnek áll. És mondja, mennyei atyám, én köpni, nyelni nem tudok. Hát ez hogy csinálta a Szent Fiat, én ezt el sem tudom képzelni. Hát ismerős a történet, ugye azt írja, hogy hát ugye képzeljük magunk elé, ez megint olyan kifestős könyv, szemlélődés. Jézus tartsa a hegyi beszédet, ott a Galilei tenger partján, csodaszép gondolatok a nyolc boldogságra, erről, arról, és közben kiköt Péter is, ki egész ilyen halászok, nem fogod semmit. Hát ugye kidobod a hálót, priccol a víz, a csuda enné meg, hideg van, behúzott, nincs hal benne. Egész éjjel, ki tudja hányszor megcsinált ezeket a mozdulatokat, nem fogod semmit. Rossz kedvű. És akkor kiköt a parton, és Jézus befejezte egyéb beszédet, oda megy hozzá, szóval nem viszel ki egyet csónakázni? Hát persze. Mondom, Szent Péter arra gondolt, hogy milyen jó lenne egy kicsi, na mellékesek is, hogy úgy se fogtam semmit, hát akkor valami csak tudjak hazavinni az asszonynak, ugye, mert tudjuk, hogy Péternek anyósa is volt, Jézus hálából meg is gyógyította, na, mégis barátok maradtak, úgyhogy... És hát Péterrel kieveznek a tengerre, vagy a Galilei tengerre, és Jézus egyszer csak mondja, dob ki a hálót. Hát minek? Egész ilyen haláztam, nem fogtam semmit. Bízzál bennem, fiam, dob ki azt a hálót. És kidobja a hálót, és megtelik hallal. Hát ugye Péternek ez a mestersége, ő tudja, hogy ez csoda. És azt is írja a Szentírás, hogy leborulott a bárkába, és azt mondja, távozz tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. És milyen szép Jézus, nem azt mondja, hát azt én tudom, hanem azt mondja, nem baj, fiam, gyere, emberek halászává tesznek tégedet. És megfogja Jézus Péter kezét, és vezeti. És tudjuk jól, hogy azért voltak ottan, hát hullámvölgyek is, hogy finoman fogalmazzam ki magamat. Például ugye, hát egy helyet Jézus arról beszél, mikor mennek Jeruzsálembe, nagypéntek előtt, hogy az emberfiát az emberek kezére adják, hogy megfogják, megölik. És Jézus lemarad, szóval Péter lemarad. Jézus egyedül marad a gondjaival. És később, mikor találkoznak, megkérdezi Jézus, hogy miről beszéltetek. És Péterék nem mondják el. De a Szentírás azt írja, Jézus tudta, arról beszéltek, ki nagyobb közülük. És Jézus nem azt mondja, te Péter, hát tényleg olyan hitván vagy, hogy te magad mondtad az elején, mész a szemed világába, hanem azt mondja, hogy magához hív egy gyermeket, és azt mondja, Péter, nézd meg, aki legnagyobb akar lenni Isten országába, az legyen mindenkinek a szolgája. Ha nem leszel olyan, mint ez a gyermek, nem mentek be a mennyek országába. Tanítja, nyugodtan, higgadtan. És ugye nagy csütörtök, nagy pénteken tudjuk, hogy hát Péter nincs éppen a helyzet magaslatán. De milyen szép ott a Galileai tenger partján, amikor megint újból egész éjjel nem fognak semmit és kikötnek, és így lehet érteni azt, hogy Péter nem várja meg, hogy a csónak kiérjen a partra, vízbe szökik és kigázol a vízből, és ott ég a tűz, sülnek a halak, és Jézus azt mondja, gyertek, reggelizzetek. És milyen szép, hogy Jézus nem azzal kezdi, hogy Péter, és elévegyen egy kakasta háta mögül, na ez milyen állat? Na ez hányszor kukorékol egy éjszaka? Na Péter, beszéljük meg, ismersz-e te engemet, vagy nem? Mi a túról jetted 3 évig az én kenyeremet, ha nem tudtál még a temetésedre se eljönni? De Jézus nem kiossza Pétert, hanem végtelen gyöngét szeretettel megkérdezi, Péter, szeretsz-e te engem? És milyen szép, amikor Péter azt mondja, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek én téged. Tehát Jézus közösséget formál, együtt, erősebbek vagyunk, többek vagyunk. És erre biztatja az apostolait is, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, szólítsátok meg az embereket. Teremtsetek közösséget. És ha megnézzük,
arról ismerhető fel egy szent, hogy körülötte közösség születik. Ugye, Szent Benedek, Európa védőszentje. Hát elmegy, magányosan, nem akar ő senkivel látni. Őnek ugye a 40 napot pusztába töltő Jézus a példaképe. És elkezd imádkozni. És jönnek mindenhonnan a tanítványok. És ugye létrejön a bencés közösség, fénykorában több mint 20 ezer kolostor volt Európában. És ezért lehet azt mondani, hogy igen, Szent Benedek, aki remete akart lenni, Európa védőszentje. A Szent Ferenc atyánk is. Neki nem az volt a vágya, hogy ő nem tudom milyen rendalapító legyen. Ő elment egyedül, körülbelül 2 évig azt mondják, az apja birtokának a végén valahol ásott egy gödröt, egy barlangot, és ott volt. És utána kezdtek jönni az emberek, mint ahogy fény felé hajlik a virág. És hát ugye úgy írja, hogy az élete vége felé már több mint 5000 ferences szerzetes volt. Nagy családja lett. De ugyanezt elmondhatjuk Loyalai Szent Ignácról, vagy Teréz anyáról. Aki nem hiszi, hogy mennyi jó ember van ezen a világon, álljon neki valami jót tenni, és odaállnak mellé az emberek. Ugye, ismerős Teréz anya élete, hát ő tanárnő egy iskolába, tanít, kedves nővér, hát ugye ott a Kalkuta gazdag negyedében, jómódú szülők gyerekeit oktatja, neveli, és elindul. És hát ugye egy lányát, egy diákot akar megkeresni, és ott a Gyomor negyedben meglát egy embert, aki földön fekszik, és látja rajta, hogy agonizál, haldoklik. Hát ugye megszólal benne a szeretet Istene, segíj, és felnyalábolja ezt az embert, és elviszi a legelső kórházig. Hát de nincs betegbiztosítás, nincs semmi, zárva marad az ajtó. Hazamegy, és másnap visszatér pénze, hogy hát segíjen, de akkor az illető meghalt. És Teréz anya akkor döbben rá, hogy emberek halnak meg körülöttünk az utcán. És hát egy lelki válságba kerül. Persze ma csak azt látjuk, hogy milyen nagy szent lett Teréz anya. De volt bátorsága örök fogadalmával szembe menni, és azt mondta, hogy kérem, hogy oldozzanak fel. Nem azért, hogy megférhez menjek, nem azért, hogy elhagyjam a rendet, hanem hogy még jobban kövessem az én Uram Istenemet. És hát ugye ez most mindenki megérti, de akkor az egy nagy botrány volt. Teréz anya elhagyja a rendjét, és ami kis pénze van, kibére ott a Nyomor negyedbe egy raktárt, egy buddhista raktárt. Kírja az ajtajára, kapu felé, hogy haldoklók háza. És Kalkuta utcáján annyi pénze nincs, hogy kórházba vigye őket, de egy-egy kis madrasz kerül, és ezeket a haldoklókot beviszi oda, megmossa a sebeiket, imádkozik felettük, nem hogy megkeresztelje, hanem hát ők ugye legtöbb hindú, meg ott a más vallású emberek ezek, de hogy emberhez méltó körülmények között halljon meg, hogy ne az utcán a patkányok élve kikezzék, hanem egy ilyen kis fészerbe. Ez volt Teréz anyának az első lépése. És persze látja, hogy orvosság kéne, kötszer kéne, élelem kéne ezeknek a szerencsétleneknek. És hát ő is elmegy. Ugye Jézus Szent Ferencnek van egy nagyon szép mondat, azt mondja, hogy a becsületes munkádat nem fizetik meg, hát akkor járulj Isten terített asztalához, azaz koldulj. És hát elindul Teréz anya régi osztálydiákjaihoz, kollégáihoz, tudtak-e valamivel segíteni. Elmennek azok, megnézik, hogy mit csinál. És hajdani diákjai közül néhányan elkezdenek jönni, hogy segítsenek, hogy főzzenek ezeknek a szegényeknek, hogy fürdessék őket meg, hogy hát, hogy eltemessék.
irgalmasságot gyakorolnak. És így jön létre a szeretet misszionárusainak közössége. Ma egyik legerősebb szerzetes rend ezen a világon. És olyan döbbenetes, mert nemrég voltam Sepsszentgyörgy mellett Őrkön, van egy nagy cigány kolónia, romák élnek ott, tehát 5-6 ezer, tehát egy Erdély egyik legnagyobb ilyen közössége. Én jártam ott évekkel, évtizedekkel ezelőtt is, és most a adventben meghívtak, hogy tartsak egy, hát egy lelki napot nekik. Én azt hittem, a nővérek hívnak saját maguk számára, hát egy csodát. Van ott egy szép kis templom, hát a Nyomor negyed szélén, és tele is tele volt roma származású emberekkel. Oda raktak, egy órás elmélkedést tartottam, és utána mondták, hogy na mostan Szent Jónás, egy óra, és az alatt mindenki mondja a rózsafűzért. Hallottam a gyóntatószékben, milyen szépen gyónna, szóval milyen szépen imádkoztak azok az emberek. És gyóntak szerre, olyan őszinte, tiszta, szívből jövő Szent Jónásokat hallgattam, hogy jött, hogy sírjak. Például volt egy nős, elmondta, egyedül neveli a gyermekeit, és milyen nehezen halad, 4 gyereke van minden, és megesett a szívem rajta, és elévettem egy 100 lejet, és mondom, odaadom magának, hogy vegyen ajándékot, karácsony jön. És képzeljék el, az egyszerű asszony felhúzta az inge ujját, és megmutatta ottan, azt mondja, atya, most jöttem a kórházba, adtam vért le, és tudtam venni mind a 4 gyerekemnek ajándékot. Igen, testvéreim, a szeretet közösséget szül. És utána jött a Szentmise, azt is hosszan hallgatták, és én álmélkodtam és csodálkoztam, hogy ezek a Teréz anya leányai milyen szép élő közösséget hoztak létre. Van ott egy, hát ugye egy András nevezetű papbácsi is, együtt, közösen, ebből a szegény negyedből. Igen, testvéreim, az igazi Krisztus szeretetet onnan lehet megismerni, hogy az közösséget szül, barátságokat szül. Tehát, hogyha te tőled elsodródnak a barátok, ha egyedül maradsz, akkor valami nagy baj van. Ha neked hátat fordítanak az emberek, és hogyha te összeveszel a kollégáiddal, barátaiddal, családoddal, akkor nem Krisztus útján jársz. Mert Krisztus a közösség, az egység, az összefogás Istene. Gyertek hozzám mindnyájan, kik elfáradtatok, kik az élet terhét hordozzátok, én felüdítlek titeket. Jézus nem válogat, nem mondja azt, hogy hát te nem vagy elég jó az én barátságomhoz. Hát, hogy te az apostolai közül egyet nem rúg ki. Nem mondja azt, na jó van, ennyi volt, betelt a pohár, le is út és fel is út. Nem kritizál. Nem tesz szemrehányásokat. Képzeljük el, ugye nagy hétre készülünk. Nagy csütörtök, nagy péntek. Hát valakit is, hogy amúgy pofonvert volna Jézus ott a keresztről, lenyúlt volna. Vagy elküldött volna valakit a csodába. Én biztos nem lennék katolikus pap. Igen, testvéreim, nagy bődben ezen is el kell gondolkozzunk, hogy a én közvetlen környezetem, rokonaim, szeretteim hol vannak? Férjem, feleségem. Mondhatom, hogy ő a hibás. De igazából egyik ujjam tényleg rámutat, de a másik 3 kire mutat? Ne keressem a másikba a hibát, legtöbbször bennem van. Próbáljam elfogadni, utána menni, megszólítani. Nem jó az embernek egyedül. Jézus feltámad, ugye nagy csütörtök, nagy péntek után, még legalább egy hétig duzzoghatott volna, ugye, hogy lehet ilyen csinálni, meg puffoghatott volna. Nem, fel se támad, és ott van már Mária Magdolnával találkozik, az Emmauszi tanítványokkal találkozik, hívja őket a galileai tengerpartjára, mindjárt helyreállítsa a közösséget. A
Olyan érdekes, ugye árva gyerekeket nevelek, és újból és újból megtapasztalom, hogy nehéz kiengesztelődni. Nehéz a másiknak a kezét megfogni. Ott van bennem is, de látom környezetemben is az ellenszem, a gyűlölet. Képzeljék el, hogy hát 2 évvel ezelőtt történt, hogy éjjel, ugye 1 óra felé, 11 után verik az ajtót, az egyik kolléga nőm, hogy akar velem beszélgetni. Hát mondom, én úgy szoktam mondogatni, hogy 9 óra után már a Szentlélek se dolgozik. Tehát ne hívjanak engem telefonon, meg minden, hogy hát az ma, hogy mondjam, elég a mának a maga baja, hát aludjunk is egy kicsit. Na de hát ez olyan kitartóan kopogtatott, végül beengedem, és na mondom, mi a gond? Az a papbácsi, megvan az apukám. Ez a kislány 5 éves korától nálunk nőtt fel, és ugye sokan ott maradnak nálunk, munkatársnak, én mindig azt mondom, hogy a házi kenyér az jobb, mint a bóti, tehát az a gyerek, akit én neveltem fel, az jobban ragaszkodok, mint akit más nevelt fel, és hát sok ilyen kollégám van, és ez a kislány is 22 éves volt, és nevelőnéként dolgozott nálunk. Azt mondja, megvan az apukája. Hát mondom, nagyszerű, a holnap megbeszéljük. Nem, ő azt most kell megbeszéljük. Na hát, na. Szent erőszaknak én is engedek, beengedem, megkínálta egy pohár borral, beszélgessünk. Hát mondom, honnan lett neked apukád ilyen hirtelen? Hát azt mondja, hogy beírta a Facebookon az apukája nevét a keresőbe, csak a keresztnevét tudta, már vezették, a családnevét nem tudta, meg az, hogy Szakács, azt is tudta, meg azt is, hogy Kolozsváron él. Kijött vagy 4-5 férfi, és aztán vidékkel elkezdett csettelni, és megkérdezte tőlük, hogy ismerik-e egy nőt az ő anyukáját. Egy fiatal, egy ember visszaírt, hogy hát ő hogy ne ismerné, mikor ismerted meg, és ha írja, hogy körülbelül 22 évvel ezelőtt, Kolozsváron, és akkor azt mondja a kislány, akkor mi rokonok vagyunk. És a mafla férfi visszajött, milyen rokonok lennénk, hát én vagyok a te leányod. Na úgy 12 évféle fel érdemes csettelni, sok izgalmas meglepetésbe lehet része az embernek. Hát gondolom, ez az ember is nagyon meglepő, egy csinos fiatal lánya elkezd koketálni, akiről kiderül aztán az ő leánya. És ez szó szerint így volt igaz, mert 22 évvel ezelőtt volt egy jó sikerült legény búcsúztató, ami olyan jó sikerült, hogy ennek a férfinek ugyanabban a hónapban egyszerre 2 leánya született 2 asszonytól. Na de ebben nem megy bele, ezt ő intézze le a Jóistennel. Hát azt mondja ez a leánka nekem, hogy hát papbácsi, most mit csinálja? Hát mondta, örvend nekem, mit csináljál nekem? Keresztény ember örvend. Hát azt de minek? Persze én is tudtam és láttam, hogy azért úgy örvendeni, hogy egy szem cukorkát, egy szál virágot nem kaptam apámtól. 22 év alatt azért nagyon nehéz úgy örvendeni. Hát mondom, te, most 22 évet elrontottatok az életetekből. Vajon az lenne a megoldás, hogy a többit is elrontsuk? Hát mondom, ilyen ez a világ. Na, valakinek a gólya hozza a gyereket, valakinek a Facebook az apukát. Hát mit mondjak én? Na? Hát meg kell bocsájtani, Jézus Krisztus egy parancsot adott, a szeretet parancsát. Neked is tisztelt apádot, anyádot, hosszú életed legyen a Földön. Hát nagyon idegesen állt fel, ott hagyott, aztán kivette a szabadságot, elment. Én azt hittem, hogy elment Kolozsvárra, megkeresse az apukáját. Aztán eltelt egy pár hét, 3-4 hét, egyszer megjelent, le volt égve az arca, ki volt cserepesedve a szája. És azt mondja nekem, hogy kérdem, hol voltál? És azt mondja, hát elment Pécs mellett, ott volt egy autistáknak egy tábor, elment segíteni önkéntesként. És utána aztán egész végig azon gondolkozott, amit mondtam, hogy ezért látta, jó lenne megbocsájtani az apjának. Hát annyit imádkozott, hogy kapja meg, és akkor most megkapta, de érezte a szívében azt az ellenszenvet is, azt a gyűlöletet, ami nem engedte azt, hogy még egyszer felkeresse akár Facebookon is az apukáját. És azt mondja, úgy gondolta, hogy
hogy ezt a haragot, ezt a gyűlöletet valahogy ki kéne tépni az ő szívéből. És elhatározta, hogy hát gyalog jöjj haza Pécsről. Görkorcsolyát kötött ez a fiatal lány, és az útszélén szépen, hosszan hazajött gyalog Déváról, több száz kilométert azért, hogy megszabaduljon ettől az indulattól, ettől a haragtól, ettől a benne lévő sebzettségtől. És azt mondja, most már úgy érzi, hogy képes megkeresni az ő apukáját. Mert fel is hívtam ezt az embert, és mondtam neki, hogy te jó ember, hát én nem tudom, hogy értem, egy nő ennyit karikázna, gyalogolna, hát nekem leszakadna a pofám, ugye, hogy mondanák Székelyföldön. Hát hogy mondjam? Na el is jött az apuka, hát egy nagy zsippel. Hát kiderült, hogy ez egy ilyen showman, egy televízió adásban, ugye, mert 5 éves koráig a kislány után fizette a gyerektartást, és akkor elment egy nagy hajóra dolgozni, hát mint szakács, és olyan jól megtanult ezt a szakmát, mesterséget, hogy most egy román televízió adón minden délelőtt ottan showmanként ottan főz, mondja, ügyes, belevaló, rendes ember, és van vagy 2 szállodája, és már jól fizetnek. Hát mondja nekem, hogy hát bocsánatot kérem. Mondom, jó ember, nézze, én kéne magától bocsánatot kérjek. Azt mondja, miért? Hát mondom, az az igazság, hogy maga el sem tudja képzelni, ez a kislány, mikor első áldozó volt, és fehér földig érő ruhácskába, kis margaretta koszorúval a fején, hogy milyen szép volt. Vagy képzelje el, hogy élete első bájában, amikor elment 9. osztályba, és másnap megkeresett engemet az udvaron, és sétáltunk, és belém karolt, és megkérdezte papbácsi, mi a véleményem erről a fiúról. Mondom, melyikről is? Mondta, melyikről. Mondom, te csak nem csókolóztál a tegnap fele. Jaj, papbácsi, miket gondol? Hát mondom, biztos vagyok én ebben, hogy te, hogy nem hiába kérdezel tőlem ilyeneket. És persze évődve, kacagva, elmentünk az ebédlőig. Mondtam, egy férfinak, ha van valami értelme, amiért érdemes élni, akkor pont ezek a percek. Ezek olyan szép percek, maga ki tudja fizetni az én költségeimet, amíg felneveltem őt. De higgy el, én ezeket a perceket nem tudom visszaadni magának, talán nem is akarom. Igen, testvéreim, mit ér a te életed, hogyha nincs aki beléd karoljon, nincs akire rácsodálkozzál, nincs aki gyönyörködjél, nincs aki neked örvenje. Ugye mindenért rohan a mai ember. Autó kell, ruha kell, ez kell, az kell, ház kell, minden kell. De legyünk őszinték, ezt mind-mind a rozsda szétrágja és a bói megeszi. Mi az, ami örök? A te kedves feleségednek a halhatatlan lelke, a te gyermekednek a halhatatlan lelke, a te barátod, az, igen, az örök. A többi minden, egyedül ők fognak veled szembe jönni az örökké valóságba. A többi az csomagoló papír, szemét. A legszebb templom is, ami épül, a legszebb ruha, költemény, amit magadra veszel, el nem kísérel téged a világ végéig. Nemrég beszélgettem egy ismerősömmel, és ő mondotta, hogy az ő édesapja 5 éve nem látogatta meg az ő unokáját. És felhívta, és az apu, mi nem jössz el az unokáddal egyet sétálni? Annyi dolgom van, mindenféle feladatom van, hát, hogy mondjam, nincs időm. És kitört ez a fiatal asszony, és azt mondta az apjának, az egész életednek semmi értelme nincs, mert azért kell dolgozzál, mert van egy unokád, hogy annak örömöt szerezzél, hogy azt az unokád elvitte az állatkertbe. Mert a sírodra az, amit ottan te össze-vissza rohangálsz, autót veszel és büzletelsz, minden, nem fog virágot rakni. Az unokád az igen, ha úgy neveled. Ugye, mint pap, sokszor hívnak a kórházba, és ha bemegy egy kórházba, én hosszan járok az összes
kórtermet, ami ott elő-hátul van. Végtelenül szomorú, hogy nagyon sok ágyba ott van valaki, és nincs mellette virág. Látszik az, hogy hozzá nem járnak látogatók. Magányosan ott aszalódik a kórházban. Miért van ez itt, testvéreim? Milyen szépek ezek a gyerekek, ugye énekeltek itt közületek. És vannak olyanok, akiket nem látogatott meg soha senki. Ott van, most nem akarok nevet mondani, de legtöbbjüköt nem látogatta meg. Pedig mit tudom én, Istvánka, másik fiúcska, akik itt voltak, ketten édes testvérek, elmentünk, elvittem az anyukát meglátogatni. És akkor kiderült, hogy van még 9, szóval összesen mondom, hogy milyen jó összegyűlt a család. Ez az, hát nem gyűlt össze. Hát kiderült, hogy még van 6 édes testvérük. És akkor rám néztek a gyerekek, és azt mondja, papácsi, van nekünk még testvérünk? Hát mondom, anyukátok ezt mondja. Hát hogy hívják őket? Jó, ez így van, testvéreim. Adná az Isten, hogy ne engedjük el egymás kezét. Olyan sok vállás van. Olyan sok ember elengedi. Magyarországon is 21 ezer valamennyi gyermek van a gyermekvédelmi hálózatban. 21 ezer. Ezeknek mind van apjuk és adjuk. Én nagyon sokszor tartottam továbbképzőt ilyen intézményekbe, és megkérdeztem, körülbelül hány százalék tartsa vérszerinti rokonokkal a kapcsolatot? 3-4 százalék. Testvérem, ez jól van ez így? Ugye nem csak gyerekeket fogadok be, hanem sokszor egy-egy családot. Jó pár évvel ezelőtt befogadtam egy asszonyt 3 gyerekkel. Persze szegény szitta a férjét, mint a bokrot, mutatta a vállát, hogy milyen kék, hogy a férje fészi fokával hozzáért. Na, hát erre mit mondjak én, testvéreim? Hát szigyelte maga volt, mint férfi. Mondom, itt van egy szoba, költözzön be, aludjak ki magát, aztán majd csak lesz valahogy. És telt múlt az idő, és egyszer jön egy ilyen kicsi kurta kalappal egy atyafi, hogy itt van-e az ő felesége. Hát mondom, itt van. És mondott ő is egy cifrát, hogy igen. Hát mondom, hogy beszél maga erről az asszonyról? Mondom, ez az asszony itt mos, főz, takarít. Ha magának nem kell, én megőrzöm. Itt nekem olyan jó szolgálatot tesz, hogy csuda. Nézett nagy kerek szemekkel rám. Hát mondom, ha én bemennék a maga udvarára, és elhajtanék egy kecskét, mert egyszerű falusi ember volt, mit csinál? A villával leszúrnám. Hát mondom meg maga 3 szép gyereket egy asszonnyal elhajt. Hát hol az esze magának? Nézett nagy kerek szemekkel rá. Szóval távol. Mondom, ide jönnek emberek, hoznak egy zseppénzt, odaadják az orvosnak, hogy valahogy csináljon valamit, hogy az asszonykának legyen gyereke. Magának van 3 szép gyereke, és elhagyja őket. Hát hol itt a logika? Nézett nagy kemény szemekkel rá. Hát mondom, hozott-e virágot az asszonynak? Csak azt mondja, hogy már úgy meghunyászkodott, azt mondja, hát kellett volna. Hát mondom, annak idején, mikor udvarolt, vitte virágot az asszonykának. Azt mondja, igen. És mondom, és akkor az asszony mit csinált? Akkor rám nézett, csak körbenézett, valaki lássa, és azt mondja, turbékolt. Hát mondom, ilyenek az asszonyok. Ha virágot adunk nekik, turbékolnak, ha fészi fokával kopogtatjuk a vállukat, akkor sikoltoznak. Hát ebbe egyet értettük, a női lélek nem olyan komplikált, ennyi. Na mondtam, ne, itt volt nálam, vagy 100 le, odaadtam, mondtam, menjen, vegyen hamar valami virágot, kicsit borotválkozzon meg, szedje rendbe magát, hozzon valami bombont a gyerekeknek, jöjjön vissza az asszony, biztos megbocsájt, hazamegy magával. Hát úgy nézett rám, mintha valami hétfejű sárkányokról beszéltem volna, nem erősítte én, amiket mondok. Persze elindult, én is néztem utána, én is erősítem, hogy ezt még egyszer fogom látni, ezt az ember gondolt, ez egyenes a kocsmába, ezt a nagy ijegységre igyom meg valami pálinkák. Na de aztán én meguntam várni, elmentem, és olyan jó volt, mert visszajött. És kollégák mesélték, hogy a felesége, amikor meglátta zsírpapírba csomagolt 3 kókadozó szegfűt,
Hát az úgy elolvadt, oda volt, vissza, kibékültek, nem tudom, hazamentek, aztán írtak egy szép levelet, és azt írták, hogy köszönjük, hogy kibékítettem, azóta is milyen jó, hogy együtt vannak. És ugye mondtam is a kollégáknak, mert mindig azt mondják, hogy mi haszna van az embernek a keresztény, hogy Krisztus tanításából hol az üzlet? Hát kérdem én önöktől száz lejjel, hogy tudtam volna három gyereket felnevelni, nem? Hát megéri kereszténynek lenni. Miért van az, hogy ő nem tud örvendeni a feleségének? És ha valaki azt mondja, hogy te a feleséged szép asszony, jó asszony, mosogat, főz, ügyes, talpra esett, akkor idegennek elhisszük? Tudok én gyönyörködni a családomban? Ugye nem olyan rég elvittek a múzeumba itt Budapesten, és Giottónak van egy nagyon szép festménye, ugye a fényben ott áll elől a szűzanya, ölébe a kis Jézuskával, és úgy megvan szépen világítva, hogy ragyog minden, és távolabb ugye az árnyékban, hogy fel van könyökölve Szent József, és látszik, hogy gyönyörködik az ő drága családjába. Olyan szeretettel néz az ő feleségére, gyermekére. A testvéreim, ezt kellene, hogy tudjunk gyönyörködni egymásba, hogy szeretettel tudjunk egymással nézni. Feleséged olyannak látja magát, amilyennek a te szemed tükre mutatja. Ha rád néz, és a férjed szemébe látja azt a ragyogást, azt, hogy jaj, de szép, vagy mindjárt átölellek téged, akkor az az asszony megszépül, kivirágzik melletted. De te úgy nézel rá, mint egy csúf banyára, az is lesz, nem? Hát mennyivel jobb, hogyha te feleséged egy ragyogó, kedves, aranyos asszony. Ugyanúgy fordítva is, a férjedből is ki kéne szeressed a jót, a szentet. Mennyivel jobb lenne egy szent ember mellett élni? És igazából az egész házasság intézményét ezért találta ki a Jóisten. Az angyalok nagyon jó parti lenne, de nem nősülnek, nem mennek férhez. Miért? Hát ők jól vannak, tökéletesek, nem? A férjed miért keresett magának feleséget? Hát azért, mert olyan ügyetlenke, olyan botladozó, szüksége van valakire, aki belé karol, aki kicsi szíven meg tudod ezt csinálni, aki bíztatja őt, aki rászól, hogy szanaszét hagytad az oknidot, aki, na, odaáll melléje. És az asszonyka még keres férjet magának, mert egyedül gyenge, kicsi, esendő. Szüksége van valakihez, aki odabújhat, aki megvédi őt, aki gyámolítsa, aki szeretettel, mint Szent József a boldogságos szűzanyát, a szent családot védelmezi. Szükségünk van egymásra. Merjünk gyönyörködni a másikba, merjünk bizalommal a másikra nézni. Én azt gondolom, hogy Isten selejtet nem teremt. Egészen biztos a te férjed, a te feleséged, a te gyermeked nem selejt. Azon gondolkozzál, hogy tudod belőle kiszeretni a szentet. Barátaid, közösséged, van-e neked? Milyen jó lenne akár itt az egyházközségben eljönni, a templom előtt. Kedves asszonyok, ilyen foltvarró kis klubot hoztak létre. Évek, évtizedek óta segítik a gyermekeinket. És ugye ezeket a kis, szerintem műalkotások, mert mindegyik más ágyterítőt, falvédőt vartak a gyerekeinknek. De sok mindent úgy készítenek, hogy eladják, és akkor az árát adják ide nekünk. Nagyon hálások vagyunk. De biztos ez a kis női közösség örömmel veszi, hogyha valaki bekopogtat hozzuk, és azt mondja, hogy hát ráérek én is, hogy tényleg pénzem nincs, kis árvákat én nem tudom segíteni, de gondoljátok, hetente egy délután én is beülök hozzátok, az unokámnak is varrok ezt-azt, az árva gyerekeknek is varrok ezt-azt, a férjemnek van két kinőtt ingje, szépen feldaraboljuk.
lesz valami szép belőle. Közösség. Közben elmondtuk egy rózsafűzért, vagy talán valamelyik elévesz az imakönyvet, és a Jézus szíve litániát elmond, többiek dolgoznak, miért ne lehetne megcsinálni, nem? Itt van a szép tavasz. És ugye annyi ember él itt Budapesten, a közterekre, hát miért csak a polgármester ültetett virágot, nem? Olyan döbbenetes volt Magyarországon, a határtól nem messzebb Fábián Sebestyén környékén volt, hogy jövök az autóval, és én vezetek, úgy láttam, mint egy kis kápolna lett volna az útszél, olyan szép virágok voltak, minden. Hát őszinte legyek, azt hittem, hogy de olyan közel volt, és hát lefékeztem, ráírtam, visszatolattam, hogy nézzem meg, hogy mi az. Kiderült egy busz megálló. Egy bácsi kapálgatott mellette. És hát szóba álltam a bácsival, és elmondja, hogy az ő unokája Szegeden van, ott tanul, ott laknak, de ő várja haza. És figyeljék meg, azt mondja ez a bácsi, hogy virágot ültettem ide a busz megállóhoz. Tudja, hogy hol kell leszállni. Az egész olyan volt, mint egy kicsi kápolna, le volt szépen festve, rózsatövek, futórózsa körülötte. És az egész úton a házam felé ültette virágokat, hogy jó illatuk, szépségük, az én drága unokámat hazavezessék. Igen, testvéreim. Jézus, mivel szeretett, Isten, mivel szeretett bennünket, ilyen szép világgal ajándékozott meg bennünket. Mennyi ragyogás, mennyi szín, úgy tavasszal az ember kimegy, és érzi a lelke. Ugye Szent Ferenc atyánk egyszer egy virágos réten ment keresztül, és azt írja az életrajz, hogy leborult, és azt mondta, hogy virág testvéreim, ne dicsérjétek ilyen szépen az Isten, mert megszakad a szívem. Te ki tudod-e mutatni a szeretetedet, ragaszkodásodat, férjed, családod, rokonaid iránt? Megteszel-e mindent, hogy tényleg körülötted közösség formálódjon? Le tudod-e nyelni esetleg a békát? Hogy mondjam, Jézus Krisztus példájára akár átdöfött szívvel is utána tudsz-e menni a társaidnak? Olyan sokszor elmondta ezt a csodálatos, hogy Emmauszi tanítványok mennek, csalódtak mindenbe, Jézusban, mindenkiben, mennek hazafelé. Aki akarja, csinálja, ők, nekik elegük van. Tehát itt van Jeruzsálem. És az evangélist, az a tanítványok minden lépéssel távolabb kerülnek a közösségtől, az apostoloktól, magától Jézustól. Ők úgy gondolnak, hogy elmennek. És Jézus szembe megy velük átdöfött lábbal, átdöfött szívvel, és megkérdezi, mi a baj, fiúk? Hát mi van, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, ha nenki nem tudja, hogy mi történt ott. Mi történt? És elmondják, hogy mi bíztunk benne. Követtük 3 évig, hagyta magát megfeszíteni. Hát ebből nem lesz Krisztus királyság. Hát csalódtunk, hazamegyünk. És milyen szép, hogy Jézus nem elkezd velük veszekedni, hanem szépen lépésről lépésre elkíséri őket. És olyan szépen, nyugodtan, higgadtan tud beszélni, érvel, magyaráz. Tehát nem manipulál valami isteni trükkökkel, csodákkal, nem is erőszakoskodik, hogy vagy megtértek, vagy meghaltok, hanem azt írja a Szentírás, olyan szépen beszélt velük, hogy ők maguk azt mondották, hogy lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt. Sokszor annyira csodálkozok, hogy ugye nagyon sok emberi tragédiát látok. Most is az egyik férfivel próbáltam beszélgetni. Hát olyan dolgot csinál, hogy vadidegen ellenséggel nem szabad olyan csinálni.
feleségét megismerte minden, hát hogyha nem akar visszajönni hozzá. Hát most, hogy mondjam, hessel madarat lehet fogni? Szalézi Szent Ferenc mondta, egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel. Vajon jobbá lehet verni egy asszonyt? És nem tudtam elmondani, de nekem van igazam. Nem elég az igazság, több kell. Hát Krisztus az emmauszi tanítványoknak nem az igazát hangoztatta, hanem átdöfött szívvel el tudta őket kísérni. Testvérem, ezt kéne megtanulni, ez a kereszténység lényege. Ne engedd el férjedet, ne engedd el a testvéredet, ne engedd el a gyermekedet, szomszédodat, küzdjél érte. Ha valaminek értelme van ez a földön, hát pont ez. Én azt gondolom, nem csak az apostoloknak mondta Jézus, hogy gyertek, mert emberek halászává teszlek titeket. Ugye az anyánk az egyházban azt látjuk, nagyon kevés a papbácsi. Hát a hívek hátradőlnek, s várják, hogy a papok szenteljék meg Budapestet, akkor ebből nem lesz semmi, meg kevesen vannak. Mert ők is emberek, ők is egy marék porból születtek. Nagy dolog az, hogy szentmisét el tudják mondani, hirdetik a maguk módján az evangéliumot. Ha megnézzük jól akár az Ószövetséget, a nagy proféták közül, Ózeás, többiek, hát ezek világi emberek. Tehát nem a papok rendjéből vannak. Az Új Szövetség meghatározó személyiségei. Hát ugye Péter, Tamás, Fülöp nem papi rendből vannak. Tehát Jézus hát nem a szolgálati papságot végzőkből gyűjtötte a munkatársait. Egyszerű világi halász, vámos, utcanő. Jézus velük váltsa meg a világot. És az Új Szövetség szentjeit, ha nézzük, hát legtöbben nem végeztek teológiát. Sienei Szent Katalin, vagy Jeanne d'Arc, vagy Szent Ferenc atyánk. Nem, hát ő nem mint pap. Loyalai Szent Ignácot a pápa személyesen szólította fel, hogy szenteltesse fel magát papnak. És egy évig várt, amíg az a primiciáját bemutatta. Persze most azt mondják, hogy hát olyan alázatos volt, hogy évig készült rá. Én azt gondolom neki, hogy mondja, én nagyon szerette a Jóisten, de nem belülről mint papként akart szolgálni, hanem hát maga szabadságában, katonatisztul. Miért ne szolgálhatnád te a Jóisten? Ugye olyan érdekes ezek a Mária jelenések. Mária templomban vagyunk, és Szűzanya újból és újból, ugye pont 100 évvel ezelőtt a fatimai látnokokat megszólította. És azt gondolom, ezek az emberek, ez a 3 gyermek nagy hatással volt. Nem csak Portugáliára, hanem az egész világra. Medjugorjeban. Ott is egyszerű gyerekek elmentek szivarazni. Ugye kollégiumokban innen-onnan hazamentek hétvégén, találkoztak, és hogy ne legyenek szem előtt, ők felmentek a Krizsevác hegyére szivarazni. Tehát nem is imádkozni, és nem is jámbor rózsafűzért mondani, és megjelenik nekik a Szűzanya. És általuk üzen, hogy én vagyok a béke királynője, hogyha ti imádkoztak és összeteszitek a kezeteket, akkor a háború poklából ki tudtok menekülni. És Medjugorjét nem bombázták le. Vagy ott van ugye Erdélyben, hát egy olyan Mária jelenés volt ugye mostanában, amit hát jakobini érsek is elismer. Rózsika egy egyszerű cigányasszony, vak, cukorbeteg, tolószékbe ül. És megszólítsa őt a boldogságos Szűzanya. Egy katolikus magyar templomba románul. Na, és ez az asszony elkezd prédikálni. Az, akire senki szóba nem állt addig. És tanúságot tesz arról, amit hall. Hát
Bárki kiállhat itt Budapesten is, megpróbálhatja ezt. Ennek az asszonynak a szavára elkezdenek jönni buszokkal, ezer, olyan is volt, hogy 20 000 ember gyűlt össze, szakadó esőbe, templom körül, az egész falu tele volt, Galacról, mit tudom én honnan, románok, magyarok, mindenféle emberek összegyűltek, és hát nem tudom hány pap gyóntatott, és a szakadó esőbe térgyen állva imádkoztak ezek az emberek egy egyszerű cigányasszony szavára. Igen, testvérem, Isten nem válogat. Az ő prófétája te is lehetsz. Mert megszólítani a szomszédot, mert bíztatni a családtagjaidat. Jön a húsvét, szép, kedves levéllel jelezzed, hogy talán jó lenne elvégezni azt a nagybőti szentgyónásodat. Én hiszem, hogy te is apostol vagy. Közösség. Jézus semmit nem csinált egyedül. Ugye Táborhegyére is fölvitte az apostolait. Ugye csodálatos kenyérszaporításkor mit mond? Adjatok enni nekik. És akkor jön egy gyerek, hogy hát neki van 3 kenyeres, 4 hala, mi az ennyinek? És Jézus nem azt mondja, na jó van, tedd el gyerek, mert mindent én kell csinálja, hanem megáldja azt, amit a gyerek hozott. És az apostolaik mondja, hogy menj, osszátok szét, és jut mindenkinek, bevonja ezeket az embereket a világ továbbteremtésébe. Az ember nagysága, az ember méltósága az, hogy megfoghatja teremtője kezét, és társa lehet Istenének a világ továbbteremtésében. Ez a te nagyságod. És ne azt nézz, hogy hány éves vagy. Az öreg Nikodémusnak mit mond Jézus Krisztus? Hát, amit most te itt csináltál, az egy nagy nulla. Újjá kell születni, itt vagyok melletted, segítek, fog ez neked menni. Igen, testvéreim, adná az Isten, hogy tényleg, hát Jézus példájára mi is közösséget teremtsünk magunk mellett. Hogy ne elűzzük, eltaszítsuk az embereket, elengedjük a kezüket, hanem bizalommal megfogjuk, és ott, ahol vagyunk, közösség szülessen. Az a szent, aki környezetét megszenteli. Én most elmegyek a gyóntatószékbe, még van 6 óráig, 1/2 óra, szívesen meghallgatom a szentgyónásaitokat, és arra bíztatok mindenkit, hogy szépen vegy elé a telefonját, nézze meg a címeket, és gondolkozzon el, hogy ezt leírtam ennek a telefonszámát, vagy mikor beszéltem vele utoljára. Vajon milyen a viszonyunk? És ha úgy gondolod, szépen szerre hív fel, és mondd el nekik, hogy itt van húsvét, itt a nagy hét, szeretettel köszöntelek, kívánok Istentől áldott, szent ünnepeket neked. Amen.